speciális bánásmódról, egyéni bánásmódról hallhatnak egyebek közt a Csillagpont Rádió műsorának ebben az órájában, vagy szűkre szabott 45 percében. A mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta, munkatársa Mackó János. A téma pedig nem más, mint a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény oktatása, nevelése, speciális bánásmódja, hogy visszatérjek én az előző kifejezéseimhez. Köszöntöm a stúdió vendégeit, Görgényi Adrient, intézményvezetőt, gyógypedagógus logopédust, és Emődi Beátát, általános intézményvezető helyettest, aki értelmi fogyatékosokkal, hallássérültekkel foglalkozik, miközben pszichopedagógiai feladatokat is ellát. Mielőtt még ezekről beszélnénk, hogy mi mit jelent, én arra kérem az intézményvezetőnőt, hogy kicsit mutassuk be azok számára, aki kevésbé járatosak, hogy mit is vállal magára a Miskolci Éltes Mátyás iskola, ami tulajdonképpen nagy múltra tekint vissza, rég múltra tekint vissza, hiszen ilyen jellegű képzés, oktatás és foglalkozás az 48-tól működik itt a Borsodi megye székhelyen, de ebbéli minőségében tulajdonképpen 2007-től, ugye, jól tudom? Így van, pontosan. Mert hogy így vonták, akkor vonták, integrálták az ilyen jellegű intézményeket össze. Így van. 2007 óta létezünk ilyen hatalmas nagy intézménykomplexumként, akik a gyógypedagógiai nevelés oktatást felvállalják ugye az általános iskolai szinten. Rendkívül színes az intézményünk. Összesen 5 egységünk van most jelen pillanatban. Onnan kezdődik, hogy óvodás korcsoport, ugye ide 3 éves kortól jöhetnek a gyerekek, óvodásaink között leginkább értelmi fogyatékos gyerekek vannak, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve mostanában megszaporodott az autista gyerkőceink száma is. Általános iskolában a normál iskolai szakaszba tartozó gyerekeket tudjuk fogadni, általában 6 éves kortól, vannak enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekeink, akiket tanulásban akadályozottakként is szoktak emlegetni, értelmileg akadályozott gyerekeink, ők tulajdonképpen középsúlyos értelmi fogyatékosok, és vannak súlyos halmozott fogyatékos gyerekeink is. Ezen kívül van még olyan egységünk, ahol kifejezetten az autizmusra specializálódtunk, és ide tulajdonképpen csak autizmus diagnózissal lévő gyerekeink járnak, illetve van az intézményünknek egy különlegessége is, egy tulajdonképpen kórházi osztály, ahová a tartós gyógykezelés alatt álló középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek járnak. Ez a gyerekegészségügyi központban van, ugye? Jól tudom? Így van, pontosan itt van a gyerek épületében, igen. Ez az ötféle tagozódás, ugye azt mondta, hogy 5 helyen működik. Ez valamiféle hovatartozás most kor szempontjából, vagy a súlyosság szempontjából jelent valamit? Tulajdonképpen a fogyatékosság típusa alapján is próbálunk különbséget tenni, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez a fajta nevelés oktatás sokkal hatékonyabb, ez a fajta differenciálás a gyerekek között. Tehát ugye a Gagarin utcán az óvodánk van, ott csak az óvodásokra fókuszálnak most már a kollégák. A Tüskevár tagintézményünk az, ahol a középsúlyos értelmi fogyatékos iskolás gyerekeknek a profilját erősítjük. Az autista egységünk, ahogy mondtam, ott tulajdonképpen az iskoláskorú autisták vannak ugye 1-től 8. osztályig. A kórházba természetesen olyan gyerekek kerülnek, ugye, akik a tartós gyógykezelés alatt állnak, és egészségi állapotuk követeli ezt meg. A székhelyi épületünkben pedig a Szeles utcán enyhe értelmi fogyatékosok vannak, illetve a súlyos halmozott fogyatékosok osztályai kapnak helyet. Az oktatás, a képzés, a nevelés teljesen más szisztéma szerint történik nyilvánvaló az igényeknek megfelelően. Másként kell bánni egy középsúlyos fogyatékos gyermekkel, meg másként egy halmozottan, súlyosan halmozottan fogyatékossal.
Ez azt jelenti, hogy a képzésben, mármint a pedagógusok képzésében is ügyelni kell erre? És ezt most már Emődi Beátától kérdezem, aki ugye foglalkozik értelmi fogyatékosokkal, hallássérültekkel, miközben ezt a bizonyos pszichopedagógiai módszert is, amiről majd szeretnék bővebben tudni, alkalmazza. A pszichopedagógiai végzettségemet vagy képzettségemet igazából az autizmussal élő gyerekek körében tudom alkalmazni, amellett, hogy a szakirányú végzettséget szeretném megszerezni, ami folyamatban is van. Kérdésére válaszolva, a pedagógusok képzése nagyon összetett és több lépcsőben változott is. Képeznek tanárokat, képeznek terapeutákat az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karán. Tulajdonképpen az értelmi fogyatékos gyerekekkel a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, illetve az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon kiképzett gyógypedagógusok tudnak foglalkozni. A hallássérült gyerekekkel szurdopedagógusok, a látássérült gyerekekkel tiflopedagógusok, a mozgásukban akadályozott gyerekekkel szomatopedagógusok foglalkoznak, illetve, ahogy már említettem is, az autizmussal élőkkel, az autizmus pedagógiája szakirányú végzettségű pedagógusok, ez egy új képzési terület, 7 éve vállalta föl ezt a Bárci, tehát ez még nagyon friss, illetve hát a pszichopedagógusok azok ilyen általános pszichológiai alapokat kapnak, és ezt nem speciálisan osztályfőnökként vagy erre szakosodva, hanem úgy az egész gyógypedagógián belül tudják használni, és segíteni a gyerekeket és a kollégákat is alkalmasint. Zárójában kérdezhetek valamit? Természetesen. Miért választotta ezt a hivatást? Nem lett volna könnyebb pedagógiai pályát? Nem gyógypedagógiai pályát választani? Én úgy gondolom, hogy akik ezt a pályát választjuk, eleve a személyiségünkből adódóan egy olyan empatikus, tehát olyan empátiával, magasfokú empátiával rendelkezünk, hogy tehát erre születni kell. Én ezt szoktam mondani nagyon egyszerűen, teljesen más terület, mint a normál pedagógia. Adrián bőszem bólogat, ugye, aki hát szintén az érintettség okán ezt átéli. Meggondolom valamennyien a gárdában, a nevelőgárdában. Ez így van pontosan. Én azt gondolom, hogy ahogy a Bea is említette, ide olyan elhivatottságú emberek érkeznek, akik gyakorlatilag el se tudják képzelni magukat más területen. Eszükbe sem jut igazából az, hogy a normál pedagógiai területen dolgozzanak. És ezt azt hiszem, hogy mondhatom 82 pedagógus, gyógypedagógus kollégám nevében. Pedig hát igen, emberpróbáló feladatok várnak nap, mint nap a gárdára. Ez így igaz. És az pontosan intézményvezető asszony logopédus még, és azt nem mondtam, hogy a beszéd fogyatékos gyerekekkel, illetve akik erre rászorulnak, a logopédus kollégák foglalkoznak, ami külön szakiránya egyetemen. Bocsánat, csak hogy ne maradjon ki. Én nem tudom, hogy jól értelmezem-e, de mintha az utóbbi esztendőkben járván ugye a Baráthegyi Majorságban, vagy éppen a Vargahegyi Autisták Házában, mintha az autisták valahogy többen lennének az utóbbi időben, mint voltak korábban. Vagy nyíltabbá válnak a szülők, és jobban magukra vállalják, vagy jobban kinyílnak. Hát ez egy biztos, hogy benne van ez a lobby tevékenysége is a szülőknek, illetve a szakembereknek, illetve nagyon sokat fejlődött a diagnosztika, ami alapján ugye besorolják a sérült embereket az egyes fogyatékossági területekbe, tehát diagnózist kapnak magyarán, és igazából azt nem gondolnám, hogy többen vannak, csak jobban fókuszba kerültek, és egyre inkább ez a tendencia látszik. Hát mondjuk a civil szervezeteknek, ha már a Baráthegyi Majorságot említettem, a Szimbiózis Alapítványnak is az egyik célkitűzés, hogy minél többet felderíteni az érintettek köréből, hogy segíteni tudjunk. Így van. Tehát valószínű van a háttérben egy ilyen is. De nyilvánvaló, hogy másként kell velük is foglalkozni, ugye? De a tanmenetbe abba be kell, hogy épüljön szervesen a logopédia,
logopédus munkája, gyógypedagógus munkája, és minden szakterület munkája. Hát ez egy nagyon speciális terület, és ez kívánja leginkább a ti munkát a kollégáktól, tehát ez elképzelhetetlen egyedül egy pedagógusnak. Itt nagyon-nagyon sok összetevőre kell odafigyelni, és együtt a kollégák, illetve a szülőket, családokat nagyon nagy mértékben bevonva lehet egyéni fejlesztési tervekre építve foglalkozni velük. Nyilván vannak kerettantervek autizmusban is, mint hogy minden más fogyatékossági terület esetében. Igazán kidolgozott, azt szoktuk mondani, hogy nem is igazán a tanterv szerint tudunk velük haladni, mert hogy mindegyik egy más, mindegyik egy individuum, és persze alkalmazkodva a tantervi elvárásokhoz, de egy nagyon jól felméréseken alapuló egyéni fejlesztési tervet kell kidolgozni a velük való foglalkozáshoz. Tulajdonképpen milyen tantervi alap lehet ilyen speciális esetben? Mi az, ami elvárható, vagy hogy működik ez egyáltalán? Hát a középsúlyos, tehát ugye nálunk azt nem mondtuk még, hogy az autizmussal élők értelmileg is érintettek, középsúlyos, illetve enyhe fokban. Ebben az évben indítottunk egy épp értelmi autizmussal élő csoportot. Értelmi autizmussal? Tehát nincsen értelmi fogyatékosság, hanem épp intellektus mellett, de az autizmus viszont olyan súlyos, hogy ők nem integrálhatók a normál pedagógia keretei között, így van. Ugye az autizmussal élőknek a három fő területen vannak hiányosságaik, illetve vannak eltérések az épp fejlődésmenethez képest. A kommunikációban, társas kapcsolódás területén, illetve a mentalizációjuk nem úgy működik, nem tudják, tehát én gondolok valamire, és az arcomra rá van írva, és egy nem autizmussal élő azt rögtön veszi, hogy én mire gondolok. Az autizmussal élőknél ez nagyon sérült, így van, nehezen működik. Úgyhogy, tehát az épp értelműeknél az épp tanmeneteket és tantervet kell követni, de esetükben sem lehet ezt maradéktalanul megtenni. Illetve a középsúlyosok esetében az autizmus alapítvány, a Delei utcai Budapesti Autizmus Alapítvány, a kutatócsoport dolgozott ki egy középsős kerettantervet, amit adaptáltak autizmushoz, illetve megtették ezt az enyhékkel is, csak ez még nem annyira tud működni. Tehát van mihez nyúlni, van mit alapul tekinteni, de csak az egyéni bánásmód, ami autizmusban, amivel célt lehet érni igazából. Hát a többi területen is nyilván az egyéni bánásmód az, ami előtérbe kerül. Gyógypedagógiában elengedhetetlen, ezen a területen pedig különösen. Eszembe jutott valami, ugye a gyerek, a diák, csínytevések is vannak. Honnan lehet például azt tudni? Mondta, hogy ez empátia nélkül nincs, és egy fokozott, talán úgy is mondhatnám, hogy túlérzékenység is kell ahhoz, hogy az ember eredményt tudjon elérni, és hogy ezt a hivatást tudja vinni, mert ez hivatás. De honnan lehet például ezt megtudni mondjuk egy középsúlyos gyereknél, hogy ő most valóban képtelen, tehát nehezebben fogja fel a dolgot, vagy egy kicsit svindlizik, és mint minden gyerek, ő is megpróbál lógni, vagy lébucskázni, vagy nem is tudom hirtelen, hogy mit mondani. Érti, hogy mire gondolok, ugye? Hogy lehet azt kiszűrni, hogy most például nekem nagyobb türelmet kell tanúsítani, vagy most itt egy kicsit kópéskodik a gyerek, és más eszköz kell alkalmaznom, Adrián? Hát én azt gondolom, hogy itt nagyon sokat segít egy-egy pedagógus, vagy egyáltalán gyerekekkel foglalkozó szakember számára az, hogy mennyi gyakorlata van. Mert bizony minden egyes gyerek, ahogy említette a Bea is, egy külön individuum, mindenkit meg kell ismerni, mindenkinek ugyanúgy vannak jó és rossz napjai, illetve periódusai, és ehhez ismernünk kell ezeket a gyerkőcöket, hogy igazából tudjuk azt, hogy mikor csak valódi, vagy mikor áll a probléma,
Igen. És ugye a gyerekeket kiismerve ezekben már azért sokkal könnyebb eltájékozódni. De ehhez tényleg az szükséges, hogy nap mint nap együtt legyen az adott szakember a gyerekekkel, mert itt tulajdonképpen nem csak a pedagógusokról beszélünk, hanem a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkről is, például a gyógypedagógiai asszisztensekről. Ők azok az emberek, azok a szakemberek, akik gyakorlatilag a gyerekeket az iskolába érkezésüktől az iskola elhagyásáig folyamatosan nap mint nap figyelemmel kísérik, és minden egyes rezdülésüket tudják, és nagyon sokat segít az, hogy a kollégák sokat beszélgetnek egymással. Tehát ehhez nem kell nekünk külön esetmegbeszéléseket tartani, hogy a kollégák meséljenek egymásnak a gyerekekről. Aznap éppen milyen hangulatban van, esetleg hozott-e otthonról valami olyasmit, ami feldobta, vagy esetleg kibillentette az egyensúlyából, és ez is nagyon sok segítséget ad a pedagógusnak is az órai munkákhoz. És ez a segítség nagyon sokszor tényleg a gyógypedagógiai asszisztensek segítségével jön létre, hogy valóban megismerjük, kiismerjük a gyerkőcöket. Meg hát hasonlóan tudnak segíteni, gondolom, a szülők is, amikor beavatják egy-egy dologba önöket. Persze, természetesen. A szülőkkel kapcsolatban igazából én azt tudom mondani, hogy szintén speciális a kapcsolatunk, csak úgy tulajdonképpen, mint ahogy speciális ez az egész szakterület, a gyógypedagógia. Míg mondjuk egy normál oktatásban, nevelésben vannak fogadóórák, szülőértekezletek, és általában a pedagógusok itt tudnak valójában kontaktot találni a szülőkkel, legalábbis nagyobb részben. Addig a gyógypedagógiában nagyon sok gyerek esetében szinte nap mint nap közvetlen kapcsolatba kerül a pedagógus vagy az asszisztens a szülővel, aki szintén hasznos információkkal tud szolgálni a gyerekről, hiszen ugye a mi területünkre tartozó gyerekeket a szülők azért sokkal tovább kísérik az iskolába, illetve személyesen jönnek érte. Ez rendkívüli módon jó, mert tényleg így napra kész információkkal rendelkezünk a gyerekek magánéleti hátteréről is. De itt gondolom, hogy egészen más hangsúlyt kapnak az olyan jellegű találkozók, mint például egy osztályfőnöki óra, vagy egy szülői értekezlet, mert van, amit csak egyénenként lehet megbeszélni. Esetleg kéri is a szülő, hogy ne. De van, ami meg mindenkire tartozik, mert van egyfajta közösségi elvárás, a sorba be kell állni, ha tetszik, hanem pontosan az eredmény érdekében, meg a gyereke érdekében. Természetesen, hát nálunk is vannak fogadóórák és szülőértekezletek is, és a kollégák informálják is ezen a szülőket természetesen, de ahogy említette is, igen, itt tulajdonképpen nagyon sokszor személyre szabott megbeszélések vannak, kifejezetten arra az egy gyerekre fókuszálva, és ezt igénylik is a szülők általában, és nem csak osztályfőnöki szinten, vagy a gyerekkel közvetlenül foglalkozó pedagógusok szintjén, hanem mi tulajdonképpen a vezetőségben is érzékeljük azt, hogy sokszor kérnek a szülők egyéni meghallgatási lehetőséget, és akkor természetesen, ahogy nyitva van mindig az irodánk ajtaja, ez rendelkezésükre áll ez a lehetőség, és akkor itt közvetlenül is meg tudjuk beszélni az egyénre szabott problémákat. Azért itt nagyon nagy szerepe van a pedagógiai, azoknak az attitűdöknek, hogy van egy osztály, nem tudom, hogy mennyi az ideális létszám, hogy hány gyerekkel lehet foglalkozni ideális körülmények között, de biztos, hogy van közöttük olyan, aki visszatartja a többieket, tehát vele többet kell foglalkozni, és hogy ne húzza le a többit, meg ne is lógjon ki a sorból, meg az ő hasznára is váljon. Ezek teljesen speciális hozzáértést igényelnek, hogy van-e ilyen helyzet, biztos van, erről majd a zene után beszélgetünk, Jó Beátának is biztos van a praxisában úgymond ilyen, és erről a zene után további részleteket is majd megtudhatnak, miként a Miskolci Éltes Mátyás iskola egyéb szolgáltatásáról is.
A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményről beszélgetünk itt a Csillagpont Rádió stúdiójában az intézmény vezetővel, Görgényi Adriennel, és az általános intézmény vezető helyettessel, Emődi Beátával, akitől a zene előtt már megpróbáltam érdeklődni, legalábbis a szemkontaktus alapján, hogy vajon milyen speciális módszerekre van szükség, például, kezdjük akkor ezzel most, hogy válogatják össze az egy osztályba tartozókat, az világos, hogy enyhe, közép és súlyosan halmozottan sérültek vannak, de biztos, hogy a gyerekek között is vannak úgymond fogékonyabbak, vagy könnyebben kezelhetők, vagy nehezebben kezelhetők. Én nem tudom, hogy a pedagógiai módszerben ez vajon hogy alkalmazandó ebben a speciális esetben. Ilyenkor húzóerővé válik két-három gyerek, vagy éppen visszahúzza a két-három gyereket a többség, vagy hogy működik? Hát általában igyekszünk homogén csoportokat létrehozni, ami a leginkább meghatározza, hogy melyik gyerek melyik csoportba fog kerülni, az az életkora. Tehát és a fogyatékosságának a típusa, mert ahogy Adrián is említette, a Szeles utcán a súlyosan halmozottan sérült gyerekek mellett az enyhe értelmi fogyatékosok profilja kezd egyre inkább körvonalazódni. Van még a Szeles utcán egy összevont középsúlyos értelmi fogyatékos csoport, akiknek az egyik része már ballagni fog, más részüket pedig be fogjuk integrálni egy-egy épp osztályba a következő tanévben, de hogy itt már nem lesznek értelmileg akadályozott gyerekek, míg a tagintézményben egyre kevesebb enyhe fogban értelmi sérült, míg egyre több értelmileg akadályozott gyerek lesz. Tehát a szakértői bizottság szakvéleménye alapján kerülnek hozzánk a gyerekek folyamatosan egész tanév alatt, illetve nyáron is jelentkeznek, és a diagnózisuk szerint, tehát hogy enyhe, középsúlyos, vagy éppen súlyosan halmozottan sérült, vagy autizmussal élő, illetve az életkoruknak megfelelően osztjuk be őket csoportokba, osztályfokba. Igen. Soroljuk őket, ez a legmeghatározóbb. De hogy nyilván itt is vannak olyan gyerekek, akik az enyhék között is ügyesebbek, és ők húzóerők igazából, vannak olyanok, akik gyengébbek. Ez mind-mind a pedagógus kreativitásán és a differenciált oktatás szervezésen múlik, mert hogy itt egy-egy órát, tanórát úgy kell elképzelni, hogy az végig differenciált feladatok adásával történik. Van, amiben közösen részt vesz a csoport, és van, amiben pedig egy tanúra keretén belül egyes gyerekek teljesen más feladatot oldanak meg. Téma szerint, vagy a téma ugyanaz, de eltérő képességüknek megfelelően más-más feladatot kapnak. És az a bizonyos egzámen, az hogy történik ebben az esetben? Tehát nyilván ott is van valamiféle bizonyság, hogy na mit értünk el a gyerekekkel? Megvan ez határozva, hogy az értelmileg akadályozott gyerekeknek milyen tantárgyaik, mert a tantárgyakban is vannak eltérések, és ők a középsúlyos értelmi fogyatékosságuknak megfelelő tanterv szerint végzik el a 8 általános iskolai osztályt, és annak megfelelően kapják meg a bizonyítványokat az enyhék, azok már közelítenek az épp követelmények felé, de nem érik el azt természetesen, ők azt saját követelményrendszerüknek megfelelő tantárgyakat tanulják, és arról szereznek az általános iskola végén bizonyítványt. Mi a cél itt egyébként? Most túl azon, hogy minél több tudnivalót, készséget, képességet elsajátítatni a gyerekekkel, ezen kívül mi? Hát itt például a munkába állás fogalma hogy lép be egy ilyen speciális közösségbe? Igazából a cél a gyógypedagógiában, a nagy általános és szent cél tulajdonképpen az, ami valójában minden embernél kell, hogy működjön, a minél hatékonyabb társadalmi integráció. Tehát itt igazából fogyatékosságától függően mindig is az a pedagógiának, a gyógypedagógiának a célja, hogy az adott gyereket képességeihez képest a lehető leghatékonyabban tudjuk beilleszteni a társadalomba. Nyilván tudjuk, hogy a fogyatékos gyereknél ennek korlátai vannak. Az enyhe értelmi fogyatékos gyerekeknél, tehát a tanulásban akadályozottaknál, ott valójában
a társadalmi integráció nehéz, de nem lehetetlen. Elképzelhető az, hogy ezek a gyerekek később a felnőtt életben akár önállóan is megállhatják a helyüket, és azok után, hogy speciális szakiskolában szereztek szakmát, egyet, kettőt, hármat. Sajnos nagy a lemorzsolódás is, ez is tény, és pontosan tudjuk azt, hogy a gyerekeink vagy volt tanítványaink közül nagyon sok mindenki kimarad az iskolából. Ez rendkívül nagy fájdalom, de nyilvánvalóan a későbbiekben, amikor elballagnak tőlünk, ők már azért nem egy olyan fajta védő-óvó fészekben vannak, amit addig megszoktak. Ez számukra sokszor furcsa, ezért is hagyják el tulajdonképpen később esetleg az iskoláikat. Nagyon nagy öröm számunkra az, amikor azzal térnek vissza, hogy ők most már szereztek különböző szakmákat. Tudjuk azt, hogy sokuknak a családi háttere is olyan, hogy miután szakmát szerzett, a család rendkívüli módon támogatja az ő munkába állásukat. A középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekeknél már nehezebb a kérdés. Itt tulajdonképpen megint aktuális állapotuknak megfelelően tudnak illeszkedni, vagy kevésbé illeszkedni a társadalomba. Itt már sokkal inkább rászorulnak a család támogatására, konkrétan a szülő gondoskodására. Közülük már tényleg nagyon-nagyon kevés lehet az, aki esetleg, vagy megmerem kockáztatni, talán már nincs is olyan, aki önálló életvitelre képes a továbbiakban. A súlyos halmozott fogyatékos gyerekeink pedig természetszerűleg folyamatosan, gyakorlatilag életük végéig gondoskodásra szorulnak. Adrián, olvastam egy cikket, nem tudom most már hirtelen, hogy hol, de amikor az iskoláról volt szó benne, mármint ugye a Éltes Mátyás iskoláról, akkor ott szerepelt két furcsa szó számomra, utazó gyógypedagógus. Hát utazó nagykövetről hallottam, utazó gyógypedagógus alatt szó szerint az értendő, hogy fogja a kis podgyászát és megy egyik intézményből a másikba, vagy mi? Igen, tulajdonképpen. Igen? Szó szerint, hogyha nagyon röviden szeretnék válaszolni. Nem találkoztam ilyenne, vagy ez régi keletű fogalom? Valójában az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás az intézményünkben 2006 óta működik. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy... Akkor még nem bonták össze, még nem integrálták akkor, ugye? Ez így van pontosan, így van. Tehát akkor még. Korát. Így van, akkor még nem voltunk egy ekkora hatalmas komplexum, de az akkori vezetés ezt az innovatív dolgot, ami tulajdonképpen akkor kezdett terjedni az országban, ezt nagyon jól meg tudta lovagolni, és az akkori fenntartónál ezt engedélyezték számunkra. Onnantól kezdve ez a szolgáltatás él. De bocsánat, de azért, mert kevés a gyógypedagógus, és utazni kell egyik helyről a másikra, nem nincs elegendő munka egy helyen, vagy miért? Azért, mert közben olyan tendenciák is elindultak az oktatásban, amit tulajdonképpen úgy hívtak, ugye, hogy integráció, és hívnak természetesen a mai napig is. Ez azt jelenti, hogy a sajátos nevelési igényű diagnózisokkal rendelkező gyerekek egy része úgy kapja meg a szakértői véleményt, amire az van ráírva, hogy integrálhatóan nevelhető. Tehát integráltan nevelhető gyerekekről beszélünk, akik bennülnek tulajdonképpen a normál először óvodában, aztán a normál iskolákban. Na most, mivel sajátos nevelési igényűek tulajdonképpen, ezért számukra is előír a törvény különböző speciális fejlesztéseket. Itt olyan gyerekekről beszélünk, akik szintén lehetnek enyhe értelmi fogyatékosok, de a normál általános iskolába járnak, illetve vannak olyan gyerekek is, akik tulajdonképpen egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkeznek. Közkeletűen tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a diszes gyerekek, diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások, illetve hiperaktivitással, aktivitás és figyelemzavar hasonló egyéb más magatartási tünetekkel rendelkező gyerekekről beszélünk. Mindannyiuknak jár a gyógypedagógiai fejlesztés,
és tulajdonképpen az utazó gyógypedagógusaink ebben segítenek. Segítettek 2006-tól, amikor még nagyon új volt ez a tevékenység a gyógypedagógiában, viszont azt éreztük, hogy ezzel a tevékenységgel rendkívüli módon közel kerültünk az integrációhoz. Az integráló intézményekhez, az integráló pedagógusokhoz nagyon jó szívvel vették a szülők is ezt a fajta segítséget, mert valójában ugye nálunk volt az a bázis, az a szakmai bázis, ahonnan lehetett mondjam így kölcsönözni a pedagógust, a gyógypedagógust különböző szakterületekről. Hatalmas igény van a mai napig is logopédusokra, szurdopedagógusokra, tiflopedagógusokra, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sok beszédfogyatékos gyerek, hallás- és látásfogyatékos gyerek ül az integrációban, és nekik nagyon nagy szükségük van a gyógypedagógiai megsegítésre. Ez általában olyan heti 1-2-3 órát szokott fel ölelni, és mondhatom azt, hogy ez a tevékenységünk folyamatos, és nagyon-nagyon nagy szükség van rá, mert hogy valójában most már az integráló kollégák is nagyon építenek arra, hogy jön a gyógypedagógus, a mozgásfogyatékos gyerekekhez a szomatopedagógus, ezt nem is mondtam, hiszen belőlük is azért elég sok van, akiket el kell látni, és nagyon nagy segítségként élik meg a mindennapokban, a saját szakmai munkájukban azt, amikor megy a gyógypedagógus, és olyan szakmai tanácsokkal látja el a kollégákat, amikről eddig ők még nem is hallottak. És ez megkönnyíti a napi munkájukat. Azt mondta Adrián, hogy nagyon nagy szükség van rájuk, olyan jó 10-15 évvel ezelőtt emlékszem, hogy a konduktorokat lasszóval fogták például. Nekünk az, hogy itt van a Miskolci Egyetemen az egészségügyi képzés, a egészségügyi kar, és ezen belül sok visszaköszön, sok szakterület. Ez nem jelent könnyebbséget az utánpótlás, a nevelői utánpótlás szempontjából? Valójában a gyógypedagógus képzés egy speciális képzés. Tehát az csak az ELTE? Így van. Az csak az ELTE. Így van, így van. Így van, vannak képzések tulajdonképpen ugye Szegeden, illetve a Nyugat-Dunántúli Egyetemnek különböző kihelyezett karai vannak Kaposváron, Győrben, és hát természetesen a régi nagy hagyományokkal rendelkező Bárci, ahol a gyógypedagógusok megkaphatják a diplomát. Viszont a Miskolci Egyetemen például a védőnőkkel van nagyon jó kapcsolatunk. Ők szoktak általában jönni hozzánk különböző gyakorlati napokra, amikor megnézik az intézményünket, betekintést kapnak a gyógypedagógiába, illetve természetesen ugyanúgy, ahogy bármelyik más intézménynek is, nekünk is vannak iskolai védőnőink, és nyilván akik ide kerülnek, azok már tudják, hogy hova kerülnek. De ők elsősorban azok, akiket az egészségügyi intézménybe foglalkoztatnak, nyilván nem az oktatás területén. Érdekelne engem az is, hogy mikor letelik az idő, ugye elballagnak. Hát azért, miután itt egy családias, egy egészen speciális családias légkör alakul ki, az biztos megviseli az embert, nem a pedagógus. Pláne amikor az ő munkája ott van, hogy ennyi év alatt ennyi mindent elértem a gyerekkel. Ez nem szívszakasztó? Hát igen, nagyon érzékenyek a kollégák, igazából én magam is borzasztóan érzékeny vagyok. Most pont van is egy eset, hogyha ezt elmondhatom, hogy igazából nem is ballag még el ez a nagyfiú tőlünk, egyszerűen egy diagnózisváltás történt. Igazából az autizmus helyett ő most kapott egy súlyosan halmozottan sérült diagnózist, és hát sok-sok éve a Kassai utcai autista egységben járt ez a gyerkőc, és most át kellett, pontosan a mai naptól, át kellett, hogy menjen a Szeles utcára, és az osztályfőnöke többször bement, beszélt az ottani kollégákkal, és hát asszisztenssel együtt sírnak, rínak, hogy mi lesz most ezzel a kisfiúval. Nem lesz annyira tere, nem fog tudni annyit mászkálni, vitték a kis tányérkáját, kis poharát, tehát
Tehát megviseli. Megviseli lelkileg, igen, igen, igen. Pedig tudjuk, hogy ott jó helyen lesz, meg hogy az ő képességeinek megfelelően ott jobban fognak tudni a kollégák. A Kassai utcán sokan voltak, nem annyi figyelem tudott jutni erre a kisgyerekre. Lehet egyáltalán a gyerekeket készíteni erre a távozásra, mert előbb-utóbb ez bekövetkezik. Hát nehéz. Nehéz. Van olyan gyerek, aki nem vesz róla tudomást, de van, aki már hónapokkal korábban kérdezgeti. Ez szintén megint értelmi állapottól függ, hogy melyik gyereknek mire van igénye. De ez gyereknek, kollégának egyaránt biztos, hogy nehéz. Nagyon nehéz az elszakadás, ezt tapasztaljuk hosszú évek óta, és természetesen a pedagógusokat, asszisztenseket is megviseli, de egészen fantasztikus az, amennyire a gyerekek ragaszkodnak az intézményhez. Amilyen nehéz szívvel mennek el, talán még a legvagányabbnak tűnő gyerekek is. És nagyon-nagyon jó visszajelzés, hogy sokáig, évekig visszajárnak az iskolába némelyek, visszalátogatnak, van, amikor már az újabb kollégák nem is ismerik ezeket a gyerekeket, de a régebbieknek felcsillan a szemük, és nagyon érdekes, hogy a kollégák is név szerint ismerik őket. Tehát nekem is van olyan volt tanítványom, aki konkrétan 30 éves elmúlt, és amikor csak a munkája engedi, akkor bebenéz, egy-egy 5-10 percre elbeszélgetünk. Fantasztikus ez a ragaszkodás a gyerekek részéről. Ami önöknek köszönhető. És én is köszönöm ezt a beszélgetést. A Miskolci Étes Mátyás Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetőjével beszélgettem, Görgényi Adriennel intézményvezetővel és Emödi Beátával általános intézményvezető helyettessel. Lenne még sok kérdésem, mert például az integráció azért egy kicsit a tágabb értelembe vesszük, akkor beletartozik az is, hogy viselkednek kint a nagyvilágban azokkal szemben, akik innen kikerülnek, és így tovább. Egy ígéretet szeretnék kicsikarni, hogy folytassuk már majd ezt a beszélgetést, vagy például, hogy integrálódik az önök közösségébe, a pedagógus közösségébe az újonnan érkező. Ugye van még mit mondani? Bőven van. Vállalkoznak van, rá? Természetesen. Alkalomattán akkor élünk a lehetőséggel. Ezt a beszélgetést viszont köszönöm szépen. Hamarosan már híreket hallanak a Csillagpont Rádió műsorában. Maradjanak velünk.